vezető asszonynak. Megrendeltem ezt, hogy le kell addig zárt, de még az átadás átvétel nem történik meg. Milyen átadás átvétel? Amíg az átadás átvétel nem történik meg. De kicsoda van? Én vagyok a hivatalvezető. A mostani vezető. Ön? Hát igen. De még a nevét sem tudja megmondani, milyen hivatalvezető. Vannak még olyan akadét emberek, akadnak meg. Igazán van, vagy nincs? Még valami olyan akadét emberek. Ura, nagyon remélem, hogy sehol. Senki nem követte olyan törvénytelenséget, hogy itt akadályozza a munkáját az iroda vezetőinek. Ezt itt azonnal le kell szedni, jó? Jó, és akkor kit érdekel? Itt senkinek nincsen joga pecsételni, egyedül csak a regnáló elnöknek, meg a hivatalvezetőnek. Szonnyék vették ezt a bátorságot. Főleg nem a Marcinak. Ő meg ráadásul nem is képviselő. A Várnai. Ki kell hívni a rendőrséget. Ki kell hívni a rendőrséget. És nem megtörtént. A rend megválasztották a képviselőtest, egy új hivatalvezetőt választottak lent. És ő pedig lepecsételte. És a hivatalvezető? Én csak spontán operatőr vagyok. Azt hittem, hogy te vagy. Fél, lehet, hogy jobban járnátok egyébként. Honnan is járt képzelet egyébként? Próbáljátok meg egy barátok. Ki kell hívni a rendőrséget? Ki kell hívni a rendőrséget? De próbáld! De pecsétek rajta van, hogy csak életek. Nem próbálod be? Hát nem érve. Kijöttek az emberek? Krisztina, hol vagy? Gyere, légy szíves, nyisd ki az ajtót. Attila, nem szégyellitek magatokat? Mi? Hogy meritek lepecsételni az irodákat a dolgozók ellen? Én. Ti, a ti frakciótok. Hogy meritek ezt megcsinálni? Igen. Hát ki? Hogy meritek ezt megcsinálni? Nem, nektek tesszük fel a kérdést. Hogy meritek ezt megcsinálni? Miért te nem szavaztad meg, Attila? Akkor? Meg kellett szavazni. Meg kellett? Miért? Fejethez pisztolyt tartottak? Igen. Szégyeljétek magatokat. Az összesen szégyeljétek magatokat. Ők, hát őt kell megkérdezni, hát nem inkább. Ott vannak benne. Ott vannak, itt a Dávid, Attila, megkérdezted. Jó. Miben döntöttek? Tudják biztos. Így álljatok oda majd a választóitok elé. Igaza van, teljes mértékben igaza van a Makainak. Titeket el kell zavarni innen. Teljes mértékben. Igaza van. Milyen a Makai? Igen. Hol a Krisztina? Krisztina, hol van? Nézd már ezt a dolgot, mert berúgom mindjárt. Halló? Nyisd ki, nyugodtan. Úgy. Nehogy már ők itt... Kész, ennyi, menjetek, befoglaljátok el a helyet. Nehogy már ők itt megszabják. Krisztina, nyugodtan üljél be a helyedre. Ide senki nem mehet be. Menjél! Nyugodtan menjünk, téged nem mentett fő senki. Menjünk, te is. Üljetek be, helyetekre. Szeretnénk látni, hogyha valaki ide bemerje jönni és bántani benneteket. Személy szerint én bevállalom, Attila. Akár melyiküket bevállalom. Nyugodtan tovább. Már ennyit kaptatok, hogy ezt csináljátok.
Mennyit kép raktok? Gondolom, hogy sokat. Az a gyerekek vagytok. Az a gyerekek. De ebből éljetek. Egy ember benn van a kórházban, aki meg ide jöttök. Politikusok, ti? Takarodjatok haza. Húzzatok a picsába. Megy a felvétel, megy a felvétel. Meglep, öreg emberek vagytok, nagypapák. 200 forintért eladjátok az anyátokat. Így van. Ezért tart itt a Magyarország a cigányok. Ezért éheznek a cigányok a falvakon, a végeken. A kimiattak. Ez, menjenek el innen. Mert az a fontos, mennyi van a zsebetekben. Feljelentést fogunk tenni azok ellen, akik megszavazták törvénytelenül ezt az egészet, és ráadásul, akik lefecsítették az irodákat, és a munkatársakat nem engedték be. A irányra a rendőrség rögtön feljelentést teszünk. Abszolút.